Elhelyezték az új korszerű óvoda és bölcsöde épületének alapkövét Gerjenben. Ez a település számára rendkívül fontos beruházás, mivel 5 év alatt megduplázódott a gyerekek száma. Nagyon nagy szükség volt erre a beruházásra, illetve ennek az épületnek a megépítésére, hiszen a régi óvodai épület, pontosabban még a meglévő óvodai épületünk, amit mi már úgy azért emocionálisan régi óvodai épületének nevezünk, látva azt, hogy már egészen előre haladott a nálunk ebben a beruházásban. De nagyon sok munkálatot venne igénybe ahhoz, hogy tényleg a mai modern kor követelményeinek megfelelő épületet tudjunk biztosítani a gyerekek számára. A fejlesztés jóvoltából már nem csak óvodája, hanem egy 14 fős bölcsödéje is lesz a településnek. Az épületben egy kétcsoportos óvoda, torna és sószoba is helyet kap. A csoportszobák száma tovább bővíthető, amennyiben szükség lenne rá. Márpedig biztosan többen fognak letelepedni a településen, Paks közelsége, a közeljövőben megvalósuló út- és lakópark építése, valamint a Magyar Falu program és a családtámogatási rendszerek miatt. Kinyílik a világ Gerjen előtt, így szükség van ezen fejlesztésekre, fogalmazott Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, a térség országgyűlési képviselője. Kitágult a település lehetősége, mert ide lehet lakóparkot is, lehet kikötőt is, majd hosszú távon lesz naperőmű is, nem sokára a tárba. Tehát azt gondolom, hogy az egyik legtöbb lehetőséget az Gerjen fogja pont a Kalocsait közelsége, az új bekötőút. Mintegy 400 millió forintos topforrásból valósul meg a beruházás. Torna megyében több mint 30 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatásból épültek-szépültek a települések az elmúlt években. Fehérvári Tamás, a források elosztásáért felelős Torna megyei közgyűlés elnöke azt mondta, munkatársaival azon dolgoznak, hogy a jövőben megérkező források is megfelelő helyre kerüljenek. Az a cél, hogy Torna megye olyan része legyen az országnak, ahol szívesen telepednek le az emberek. Ehhez kellenek a különböző oktatási intézmények is. Már készülünk az úgynevezett top 2-n, de szerintem nem is top 2 lesz, hanem ez egy elég új alapokon álló, de további fejlesztési lehetőségeket tartalmazó pénzforrás, ami azt hiszem, hogy magyar forrás lesz. Egyelőre ugye nem látjuk a külföldi lábát, de szerintem ez teljesen mindegy, az a lényeg, hogy lesz. Ami azt jelenti, hogy a településeinken, Torna megye településein is lehet álmodni. Ki lehet találni, hogy mi lesz a jövővel. A gerjeni óvoda és bölcsöde kialakítása várhatóan idén ősszel fejeződik be.